How are you, sweet Hollywood? The bad cop said, oh, you're the good. I'm addicted to you, shame on me, Hollywood News Agency. God, ez a mai világítás, de nem sikerült. Wow! Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Hollywood hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit a tiszteletről. A mai filmünk főhőse Liam Neeson által reprezentált idősödő akcióhős formulának, én úgy vettem észre, két változata van. A kapuzáró nagybácsi, aki 55 éves kora ellenére azt szeretné, ha azt hinnénk, hogy még mindig 30, és a specialista, aki azért követeli meg a tiszteletünket, mert hosszas segrúgó karrierje során kiismerte és elsajátította a segrúgás minden művészeti kellékét. Nos, én, ahogy azt már többször fejtettem, a második verziót preferálom, nekem az hiteles egy idősebb férfitől. Tól. Től. De fontos kifejtenem, hogy miért. A kulcs szó itt a tisztelet. Egy akcióhősre, vagy úgy általában egy hősre azért nézünk fel, mert erős, kompetens, bátor és 220 centi magas. Azért tiszteljük, mert a választott területén kiérdemli azt. És ez szerintem a tiszteletre, mint általános fogalomra is igaz. Mindig ki kell érdemelni. Én személy szerint világi életemben úgy viszonyultam a politikusokhoz, az újságírókhoz, a tanárokhoz és a szülőkhöz, és minden másmilyen bagáshoz, aki alanyi jogon követeli meg magának a tiszteletet, hogy nem. Nem! Nem jár senkinek automatikusan a tisztelet, azt ki kell érdemelni, én szerintem a tiszteletre méltóság a kompetenciával jár együtt, nem a titulussal. Meg kell kérdőjelezni, próbára kell tenni, és utána lehet elfogadni. Na most nyilvánvalóan ez egy személyes felfogás, nem egy általános törvény, és emiatt gondolhatjátok, hogy egész életem során milyen fantasztikus kapcsolatban voltam a tanáraimmal, nagyon-nagyon szerettek, én egy nagyon illedelmes, könnyen regulázható diák voltam, és ehhez mérten, hát persze meg volt mindig a jó hangulat. De ez mégis így vagy úgy megmaradt, és ezért, ahogy a filmekben, a való életben is egy tekintélyt követelő karakternek csak úgy tudom alávetni magam, csak úgy tudom csodálni vagy követni, hogy kompetensnek látom az adott helyzetben. Ezért nem kérem ki például anyám véleményét a kortárs zenével kapcsolatban. Alulva hangszerelve a fuvos szekció. És ez a csemballós azt se tudja, mit csinál. De ezért kérem ki a véleményét mindig pénzügyi helyzetekben mondjuk. Hey mom, fel szeretnék venni hitelt. De a kedves néni a telefon túloldalán azt mondta, hogy vegyem kézbe a jövőmet. A kis lapátot vedd a kezedbe, fiam, mert valamivel majd fel kell takarítani annak a szukának a fogait! És fogadom el mindezt azért, mert tudom anyámról, hogy jól kezeli a pénzt, és kompetens az ilyen pénzügyi kérdésekben. Így hát, ahogy megállíthatatlanul folytatódik az akcióhősök öregedése Hollywoodéknál, én csak egy dolgot szeretnék kérni. Adjatok nekünk olyan hősöket, akik nem akarják meghazudtolni a fizikumukat, a korukat, a jóga képességeiket, hanem ha már idősek, akkor legyenek bölcsek, tapasztaltak, szakmailag korrekt segrúgók. Mint Liam Neeson. Ő már nem spárgázik, nem szaltózik, nem hula-hop karikázik, hanem... Rendelkezem olyan különleges képességekkel, amelyeket pályám során tökélyre fejlesztettem, amelyek miatt a maga fajták rémálma vagyok. Jöhet. Szóval akkor most jöjjön a mai filmünk, Tekken 3, te leszel a párom. Mesélj, Liam! Kit raboltak el most? A történet szerint most senkit sem raboltak el, de a rohadt életbe felépítem ezt az egészet és szarnak bele. Így nem lehet! Liam Neeson boldogan él, két családi trauma után is. Azonban egy napon, amikor az orosz micimackónak semmi dolga nem akadt, meggyilkolják Lenit. A feleségét és Liamre kenik az egészet. Hősünknek ezért menekülőre kell fognia, mert nyomában a rendőrség, és két tűz között kell utolérnie felesége gyilkosát és lánya megfenyegetőjét. Ez az alapfelállás és a kibontása is olyan szinten sablonos, hogy nem hiszem el. Tényleg. Teljesen ugyanaz történik ebben a filmben, mint az előzőkben, csak most menekülni is kell egy kicsit, de amúgy alapakció és konzervkínzás lépésről lépésre. És az a legrosszabb az egészben, hogy még ezt a véregyszerű sztorit is olyan bénán írták meg, hogy a film első negyedében tiszta, hogy meg lehetett volna úszni ezt az egész mizériát. Liamet a felesége holtteste mellett próbálják letartóztatni, és azonnal elkezdi összeverni a rendőröket, pedig egy fél Dexternyi specialista bőven elég lett volna arra, hogy megmondják, hogy nem, ő nem volt ott a közelben sem, amikor megölték a feleségét. Megölték a feleségem. Te voltál? Nem. A körme alatti DNS alapján az orosz mafiózó volt. Ennyi, és igazából ezen túl is van még egy pikantériája a történetnek, de erről majd később beszélünk. Na most, nyilván jön a kérdés, hogy oké, átlagos a történet, de milyen a kivitelezése? Nos, hagyd mutassam be, hogyan vágnak oda át hiperaktívéknál.
de ez még hagyján. Sajnos az a helyzet, hogy ez a hektikus vágás az ökölharcoknál is érvényesül, ott se látni semmit, de cserébe még ezt se tudja elfedni a kényelmetlenségét az egész szituációnak. Nyilvánvalóan Liam már nincsen a legjobb kondiban, ezért, hogyha neki kell verekedni, akkor nagyon-nagyon látszik, hogy milyen lassú és vontatott az egész, és... Megölted a feleségem. Gondoltam, hogy ezt fogod mondani. Most meglakolsz. Kéted, akkor így ráfogok és lerántom, jó? Jó, ez menni fog persze. Nézzétek, nem kell senkit a kora miatt csak úgy szapulni, de ha már ez a helyzet, ha már egy ilyen színésszel van dolgunk, akkor írjátok meg úgy a sztorit, hogy mit tudom én, egy két tubus temperából, egy tízes szögből, meg egy amerikai zászlóból Liam összerak egy harci droidot és azzal küzd. Megvettetek, kész, vége, nincs probléma. Szóval ez van egy átlagos akciófilm halálra vágva, milyenek a karakterek. Liamet én személy szerint nagyon kedvelem, mint akciószínész, itt is hiteles, nyilván a verekedéseken kívül, de ettől függetlenül élvezetőt figyelni. Kalácsképű kisangyalom trillárom haj, változatos helyeken görnyed össze aggodalmában, nem igazán izgi, viszont a rendőr, Forrest Whitaker, na, ő vele nem tudom mi van. Minden snikjében úgy néz ki, minthogyha pont a rec gomb lenyomása előtt fejbe vágták volna valami naggyal és tompával. Meg kell találnunk. Azt hiszem. És az a bécsi kifli. Az a bécsi kifli. A mindent eldöntő bécsi kifli. Én még életemben nem láttam embert ilyen megvilágosult transzmámorban bécsi kifli tenni. Nem fogok hazudni, egy kicsit megijesztett. De minden humorfaktort félretéve egy teljesen céltalan karakter, soha nem tudjuk meg, hogy ki és miért vágja fejbe minden felvétel készítése előtt, nem tudjuk, hogy miért van nála egy sakkbábú, amit mindig hurcibál mindenhova, mint hogyha az Inceptionben lenne. Az egész értelmetlen. És úgy általában a filmről is ezt lehet elmondani, és legyünk teljesen őszinték, én baromi jó hangulatban mentem be abba a moziterembe, teljesen készen álltam rá, hogy szeressem ezt a filmet, de kijöve az volt az első gondolatom, hogy a nagyanyám jobb akciófilmet forgatna a vasárnapi pörköltjéről. Pörkölt? És tudjátok mi van? Az van, hogy a retteltes minőségtelenség teljesen trehány módra összedobált forgatókönyv és követhetetlen vágás és bécsi kifli mögött is ott van a potenciál a világ egyik legjobb akciófilmjére. Miért? Mert, bár a készítők ezt elfelejtették, még mindig tény, hogy ebben az univerzumban ezzel a családdal harmadjára történik meg ugyanaz! Fucking harmadik nagy családos vérgőzös trauma! Hogy tudja ezt mindenki figyelmen kívül hagyni? A csajt bedrogozták, elrabolták és eladták prostituáltnak, a feleséget összeverték, elrabolták és meg is ölték, és Liam úgy megy át ezen az egészen, mint hogyha egy friss harmatos kedreggel lenne! Hogy lehet ezt komolyan venni? Milyen helyzet, Liam? Ah, semmi különös, tudod, a szokásos. Várj! Hova tűnt a nadrágod? Taken 4. A kínai maffia elrabolja Neeson nadrágját. Taken 5. Iszlám terroristák fogjulejtik Neeson kutyáját. Taken 6. Neeson fogjulejti az amerikai elnök frissen mosott konyharuháját. Taken 7. Neeson elrabolja Neesont és pókereznek egész este. Taken 8. Leszakad a polc. Taken 9. Kis Ferenc nagy balhé. És így tovább a teljes idegösszeomlásig. De tény, hogy nagyon-nagyon jó filmet lehetett volna abból forgatni, hogy a család egyszerűen csak bekattan a folyamatos kínzásoktól és félelemtől, és az emberek ellen fordul valami. Ezt az iccet viszont kihagyták, és így csak egy teljesen átlagon aluli akciófilmet kaptunk. Ennyi és nem több. Értékeljünk. Hát, ha nem lenne teljesen egyértelmű az én személyes véleményem, szerintem nem szabad megnézni ezt a filmet, se időt, se pénzt ne áldozzatok rá, és hogyha mégis megnézitek, ne nézzétek meg mégse, illetve fogyasztásra én egy kis bécsi kiflit javasolnék. Nos, ennyi volt már a hírügynökség, de lenne egy napi kérdésünk. Ti hogy viszonyultok a tisztelethez? Szerintetek van-e olyan életkor, élethelyzet, szakma vagy titulus, ami miatt egy ember feltétel nélkül megkérdőjelezhetetlenül megérdemli a tiszteletet? Hagyjatok a kommenteket odalent, vagy Facebookon, vagy Twitteren. Én Szirmai Gergely voltam, és elnézést... csörgök.
Igen. Hello. Nem tudom, ki vagy. Azt se tudom, mi... Jaj, nagyon vicces hülye gyerek. Na ide, figyelj. Nem tudom, észrevetted-e, hogy mostanában gonosz klón